Tisztelt miniszterelnök úr! Gyanítom, nem túl büszke rá, hogy egy önálló közgazdaságtani fogalmat neveztek el őről. Az orbáni infláció immár összeforrt. Ha nem lenne ennyire siralmas, talán még nevetni is tudnánk rajta. Az orbáni infláció immár összeforrt az ön és kormánya két balkezes gazdaságpolitikájával, amelyen sikerült az Európai Unió átlagos inflációjának háromszorosát produkálniuk, sőt a román infláció 2,5-szeresét. Ott tartunk, hogy a KSH jelentése szerint 7. hónapja folyamatosan csökken a magyarok reálkeresete. Az orbáni infláció miatt egy átlagos magyar család havonta 130 ezer forinttal költ többet. Nemhogy az összes európai országban, de még a háborúban álló Ukrajnában is kisebb az infláció, mint nálunk. Az Orbán infláció képes volt megduplázni a legtöbb alapélelmiszer árát, és 7-szeresére emelni a rezsit. Ilyen sehol máshol nem történt Európában, vagyis ez az Orbán rendszer ára. Ez maga az orbáni infláció. Ez az ön történelmi öröksége. Persze értem, hogy miniszterelnök urat ez nem zavarja, hiszen a saját fizetését 2,5-szeresre emelte, a papa 2 milliárd forint osztalékot kapott, a deje 2 milliárd forint osztalékot kapott, a lánya most veszi meg fél dokajt, és egyébként a sajtó szerint a családi vagyon már 100 milliárdos, amiben nem számít bele a Mészáros Lőrinc nevén lévő vagyon és 60 pusztai kastély. Így persze könnyű, ez az önök politikája. 1%, a leggazdagabb 1%-a Magyarország vagyonának 1/3. Ezen fog változtatni a szociáldemokrata kormányzás, Dobrev Klára kormánya, amelyik nem az árakat, hanem a béreket és a nyugdíjakat fog emelni.